Ázsiát, Egyesült Államokat, Latin-Amerikát úgy lehetne, ez volt az üzenet lényege, megvédeni, hogy létrejön az angol száz nemzetek szövetsége, és Churchill természetesen Egyesült Államokkal, Kanadában és a brit birodalom többi hát ilyen egykori gyarmatokból lett államban, reménykedett, tehát Kanada, Új-Zéland, Ausztrália, Dél-Afrika és Anglia, brit birodalom. Na most érdekes, hogy ez a beszéd már másnap Sztálin asztalára került, a könnyomatosok megérkeznek Moszkvába. Nyilatkozott a Pravdának erről a beszédről, csak erről a beszédről, és nem volt olyan gyári szinte falu újság, vagy gyári kis példány számú újság, vagy vidéki hát, hírharsonalat, ahol ez a nyilatkozat ne jelent volna meg. És Sztálin a nyilatkozata elején kérdés mond, szinte hihetetlen ez, mai fejjel nézve Hitlerhez hasonlította Churchill. Mégpedig nagyon ravaszul és ügyesen faji alapon közelítette meg a kérdést. Ott van Hitler, a faji elmélete, hogy a németek, az elit nemzet, a árja elit nemzet, stb. És Churchill azzal, hogy ennyire előtérbe helyezi az angol szászokat, az angol szász nemzetek szövetségét, kiemeli az angol szászokat a többi nemzet közül, és hát micsoda felháborító disznóság ez az egész. De most Churchill nem Szovjetunióval érvel, hanem Szovjet-Oroszország ezt a kifejezést használja, és Szovjet-Oroszország, mondta Churchill, és az ő nemzetközi kommunista szervezete beárnyékolta a nagy győzelmet. Ez volt a másik nagyon jelentős üzenete. Sztálin harcos társának tartja, kiemeli Sztálin szerepét a második világháborúban, ugyanakkor szembefordul vele ebben a beszédben. Hát Sztálin megint csak robban, és hát Churchillben már az egykori intervenció, a szovjet ellenes polgárháborús intervenció egyik kezdeményezőit látja lényegében, és hát szörnyen nyilatkozik Sztálin Churchillről ebbe a bizonyos külön erőteljes és agresszív nyilatkozatába. És végül pedig, de ez már többször szóba került a mai előadásban, elhangzik az a bizonyos vasfüggöny hasonlat, hogy a Kreml jóvoltából Európa szívében, Varsótól Szófiáig szovjet ellenőrzés alá kerülnek a különböző nációk, ott van Berlin, ott van Bécs, ez is a szovjetek kezében van, és hát a vasfüggöny, ez milyen szörnyű csapásra az emberiségre. Sztálin itt is örjön, azt mondja, hogy milyen alapon állít ilyen Churchill, persze az igazat nem mondja, hogy ebben van sok igazság, de azt mondja, hogy Berlinben például mit csupán a Berlin egy